Milliók ünnepeltek világszerte az utcákon szilveszter éjjel. Sydneyben sosem látott látványos tűzijátékkal köszöntötték az új évet. New Yorkban a farkasordító hideg ellenére rengetegen bulisztak a Times Square-en, Indonéziában pedig tömeges lagzival búcsúztatták az új évet. Új-Zéland az elsők között búcsúztatta az óévet és lépett át 2018-ba. A fővárosban, Aucklandben, pontban éjfélkor tűzi játékkal köszöntötték az új évet. A 328 méter magas Sky Towerről lőtték ki a rakétákat, és látványos lézersóval is készültek a szervezők. Sydneyben is a látványé volt a főszerep. Itt a valaha volt legnagyobb tűzi játékkal léptek át az új évbe. A 12 perces műsorhoz 8 tonna tűzijátékot használtak fel, ami egy tonnával több, mint tavaly szilveszterkor. Az ikonikus Sydney Harbour Bridge-ről szivárvány színű vízesést mintázó tűzijátékot lőttek ki, ezzel megemlékezve arról, hogy Ausztrália novemberben engedélyezte a melegházasságot. A Sydney egyébként az egyik legnagyobb szilveszteri buli a világon. A szervezők szerint 1,5 millióan nézték élőben a látványos showt. Moszkvában a Kreml környékén gyűlt össze a legnagyobb szilveszteri tömeg, itt is tűzi játékokkal köszöntötték az éjfélt. Az ünneplők között voltak ukrán turisták is, ők abban bíznak, hogy jó irányba változnak a dolgok 2018-ban. Én azt kívánom, hogy ne legyen háború, ez a legfontosabb. Mindenkinek boldog új évet! Mondta ez a turista. Jekatyerinburgban nem mindennapi módon ünnepeltek. A helyi autófanatikusok összeálltak, és járműveikkel egy karácsonyfát formázva búcsúztatták az óévet. New Yorkban minden idők második leghidegebb szilveszteri buliát tartották a Times Square-en. A mínusz 13 fok ellenére a téren és környékén 2 millió ember gyűlt össze, hogy részese legyen a 100 éves hagyománynak, és éjfélkor végignézze, ahogy leereszkedik az újévi gömb, ezzel köszöntve 2018-at. Volt olyan is, aki még emlékezetesebbé tette az estét, és most arra időzítette a lánykérést is. Indonéziában még tovább mentek. Jakartában tömeges lagzit rendeztek, 437 pár szilveszter éjjel kötött házasságot. A város kormányzója szerint ezzel segíteni tudnak a szegényebb családoknak, akiknek nincs pénzük esküvőre, így viszont hivatalosan is elismert házasságot köthetnek, és így a gyermekeik után járó juttatásokra is jogosultak lesznek.